Igen, azt mondja nála, majd itt mindjárt ezt is megcsináljuk. Szóval nála képességeknél forgószél. Ez a whirlwind. Ja. Területre csökkenti a páncél veszteségek 20% értékkel. Minden három az előző körben el nem költött AP után. Aha. Micsoda, a fedezésre költött akciópont el nem költöttnek számít, sebzés fókusz képesség szempontjából. Ha! Érdekes. Azt nézzük még meg, hogy mondjuk itt a súlyos támadásnál mit lehetne még esetleg fejleszteni, mert az se volna hülyeség. Mert ugye azt is szoktuk használni vele, hogy nagyobbat rakjon. Úgyhogy ilyet itt így rányomunk, ez az. Azt mondja, Chaisinel, egyik kedvenc karakter, ugye? A tüzezés az ott maximumon van, itt fejlesztettünk, ez micsoda? Plusz egy mezőnyi hatótávolság a fedezékből indított képességek esetén. Azt mondja, a hős mozgási akciópat minden kör, és igen, minden képesség, ha csak egy ellenség van jelen, csak nem. Kitér a közel, nem. Fegyver sebzés vízben 330 méter területen. Ez ilyen méregbomba, aha, ez nem rossz. Oda tudunk dobni egy ilyen 3x3-as területre egy ilyen bombát, csak ez milyen hatótáv? Ott van 2-től 10. 10 kocka távolságba tudunk eldobni. Aha. Hát ez nem olyan sok. És mi van akkor, ha inkább csökkenti az akciópont, amely mérgezést okoz, méghozzá egy értékkel. És ezért a lendület költsége olcsóbb lesz. A lendület visszatöltődése gyorsabb, lendület távolsága megnő 2-vel. Jó, a tűz maximumra van, fedezősebzés nem. A mérgezést fogom fölvinni. Azt vittem egy kicsit így föntebb inkább. Sir Lancelot 54 hit point és 69 vitality és 15 armor. Default 22-40 sebzése. Annyira nem tűnik rossznak. Na majd lehet, hogy jó, megkeressük, hogy hun van. És hanyas szintű, amikor rekrútolja az ember 14? Az még nagyjából úgy szintben van, mert mondjuk most már nem. De köszi az infót. Most kivel vagyok? Ja, Balannal. Aha. Lehet, hogy neki is ki kéne fejleszteni ezt a hasításos dolgot. Vagy nála megnyomjuk a whirlwindet. 120% fegyversebzés. Szomszédos egységeknek. Vagy itt a meglévőn fejlesztünk fizikai ellenállásos dolgokat. Ez micsoda? Túl erővel szemben nem... Igen. Ez a területi sebzéses dolog, tehát ez ezzel mondjuk jó kombó lehet. Meg a hasítással összekombózva is jó lehet. Minél kevesebb BP a hősnek, annál több fegyversebzés vízbe, ha még nincs EP-je. Hát. Megtanulom bele a whirlwindet. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó, és akkor lássuk, hogy mi a helyzet. Egyrészt kell neki itóka. Egy itóka,
két itóka. Nagyon jó. Visszanyer 2 páncért megölt ellenfelek után. Wow, az mondjuk nem rossz. Az mondjuk nem rossz. Tök jók ezek a mérgezéses dolgok, csak nincsen mérgezéses képessége. Úgyhogy ezért így nem. És azt mondja, hogy nézzük, csak itt a fegyver volt egy, amit találtunk, ugye, ami érdekes lehet. Azt mondja, hogy viszony a kettő ér minden után, ha túlerővel néz szembe, három és ez egy csata végig minden leterített ellenfél után. Csak úgy nem üti le. Unseal és Seal-i egységek ellen plusz sebzése van, de ő az, akit mindenkit ellen tud ilyet nyomni. Szerintem itt ezt cseréljük, neki adjuk oda. Így is van. És akkor ez a fegyver meg ugye nem jobb, mint ami nála van. Bár mondjuk sebzésben jobb. Csak páncélátütő képességben nem. Mondjuk az a plusz damage az elég jó. Köszönöm. Igen, cseréljük így. Cseréljük így ki. Így is van. Ez konkrétan ugyanaz a... Majdnem ugyanaz. De statokra ugyanaz, csak a képességei mások. Azt mondja, hogy visszanyer 3 páncért pihenéskor, fizikai gyengítés ellenállás. Az mondjuk ugyanaz, az utolsó 5 páncél törhetetlen páncél. Mondjuk a pihenéskor visszanyerő plusz páncél az még jobb szerintem. Bár 5 páncél alá nem tud menni, az mondjuk elég jó az is. És nálad Mizu? Páncélügyileg? Aha, lehet, hogy ez neked lesz. Neked lesz jó. Úgy. Kiváló. Kiváló. Csajnak valami? Valami semmi? Értem. Értem. Jó van, akkor nem kell, hogy akkor adjál tárgyat neki. Ez mit csinálja? Sérülés, ellenállás jelet ad. Aha. Nem kérem, köszönöm szép. Köszönöm szép. Azt mondja, hogy igen. Plusz 5 hárítás, fizikai gyengítés ellenállás, mentális gyengítés ellenállás. Ez ilyen nagyon nagy ellenállásos, ellenálló kő. Minusz 3 kapott sebzét távolsági támadásokból. Figyú, ezt kicseréljük. Ezt kicseréljük, ez egész jónak tűnt az előzőhöz képest. Úgy, jó, készen vagyunk itt ezekkel a karakterekkel, és akkor még amit meg kéne néznünk Camelot-on belül, egyrészt a kereskedő hozott valami cuccot, azt mondja, van itt egy legendásos varázsló pálca, 2000 valamennyiért, amit adhatnánk ugye vagy neki, vagy Merlinnek. Mi ez a kőtörés hang? Hát a zenébe ütlegelik a békát. Békának hívják, vagy mit tudom én. Mondjuk ez nem béka, amit ütlegelnek, hanem két fa, izé. Össze. Level 15, aha, és ahogy néztem, ugyanaz tudja, mint Sir Kay. Meg a Shockwave, vagy mi az? Aha. Na, akkor elmenjünk izéért, hogy hiákért. Lancelotél. És akkor addigra pont 10 gyakrabban kéne frissítést. A következő elfeltétlenül több tárgy lesz elérhető, ez 3000-be kerül. Most pont van arra pénzünk, és itt a kerekasztalnál Mizu van. 4000-be kerül a második törvényességesség. Na most viszont, hogyha én előadok egy ilyet, egy extra sarcot, az 500 építkezési anyagba kerül, és kapok 2000-et, és akkor meg tudom a törvénykezést csinálni.
Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Ez mit csinál? Udvari titulusok plusz egy hűséget adnak. Whatsoever. Törvények. Lehetőséget biztosít egy másik törvény meghozására egyidejűleg. Egyszer csak egy törvényt választhatsz ki, a meghozott törvény érvényben marad még. De most kaptam, most fejlesztettem ezt ki. Haló? Azért. Értelen azt hittem, hogy nem működik. Az mi durva, hogy Sir Lancelot hangja, az egy Faxra Life-os streamer. Ja. A szakállasi, a Dan, vagy hogy hívják? Cass. Hát igen, a Faxra Life-osok, ők hát eléggé ismertek, meg eléggé nagy csati. Azt mondja, kiképzőtábornál Mizu van még itt. Permanens, ez is 4000-be kerül. Hát, hogy nem szakad rád a mennyezet, hogy ennyi pénzt követelsz tőlem, te szemétláda. De nincs ennyi pénz, nem létezik amúgy. Jelentem aláson. Várj, és a kiképzőtáborban kik vannak? Lehet, hogy valakiket el kéne engedni kiképzésügyileg. És mondjuk olyat betenni, aki még úgy színben, úgy közelebb van a bulihoz. Pont 9-es szinten van, 10-esre fogja felhozni. A már megszerzett TP nem vészel. Jó, de és mi van akkor, hogyha ide rakjuk a tündérlovagot, vagy valami? Kár, hogy ide nem lehet többet, csak 4 karaktert tenni. Ez egy kicsit szomorú. Tudod mit, én ezt a vágust fogom mindenki venni. Hector, és akkor őt fogjuk kiképezni. Igen, a lovagi torna. Aha, a lovagi tornára is küldhetem, ugye, és akkor az elvileg egy kör alatt van. És csak némileg pénzbe is kerül. Viszont akkor gyorsabban fog. Nem, hát azért pénzbe nem. Kesz a neve. Oké, köszi. A szakállas pali, csak nem jól emlékeztem a nevére. Kösz az infót. Közben Pepi Hun köszi a követést. Na, azt mondtam én, és most mentek egyet, hogy elmegyünk, és ha minden igaz, akkor melyik volt? A védelmező? I've received an interesting message from a small village no one has ever heard of. It's asking for our help to defeat the fairies of the woods that steal the women. And dwells at length on the wonderful qualities of a knight who is trying to defend them alone. How could I say no to such a request? Keresd meg a titokzatos lovagot és menj meg a falut. Ez lesz az a küldetés, ugye? Ezt még ha esetleg meg tudja írni Lord Fairy, vagy nem tudom, azt megnézted, hogy melyik küldetés. De tippre azt mondanám, hogy ez az a küldetés, amiből a Lancelot lesz, azaz. Aha. Oké, it's a go! Mehet, már ott is vagyunk. Vajon meglépjük-e a 16-os szintre ezzel a küldetéssel, hőseink? They're chasing me. What are you waiting for? Kill them. Jó van, mána. Hogy mennyien vagytok, elnézést kívánok. Nani? Egy, kettő, három, négy, öt, hat. Hét. Távolsági. Szia, Leia! Na most... úgy közepesen én becsináltam, jó? Tehát, hogy... Aha... Az örültem volna, ha legalább egy meghal! Ó, hogy a Teri bevert jó nénikédet, azt... Jó, mondjuk egy meghalt. Most ez muszáj volt így valamit csinálni. Hát itt ezek nagyon nagyon megindultak. Jézusom, mi van itt?
az a baj, hogy nem úgy állnak, hogy, hogy rájuk tudjak verni egy nagyot. I serve the Lord. Na most ez az a pillanat, amikor megjelenhetne az NPC, azt leírhatná a felét ezeknek. Még mindig ott van. Még mindig vannak egy pár. Hűnya! Jó, semmi baj. Némileg pánikolunk, de... ez... érthető. Abszolút érthető. Jaj. Balong, nagyon szépen köszönöm a második hónapot. Ami a negyedik. Vagy hogy van? Jelenleg a sorozat 2. Bocsánat, nem jó helyen nézze. Szóval a negyedik hónapot köszönöm szépen. Pörögjenek a hype-ok. Mi újság, hogy vagy? Köszönöm a támogatást. Oké, okay. Azt mondja, hogy odébb lépünk ide kicsikét, így, jó. És akkor ennyi volt. Panyek, elfelejtettem, hogy ez a húzásos enemi. Na, eltakarodsz te, hát ez mi? Hát ez azért... és lesz tanult az a másikat is lesz tanult, ami. Ready to fight. At your service, my lord. Jó, nem vagyok ideges. Nem vagyok ideges. Nem vagyok ideges. Nem vagyok ideges. Abszolút fair a játék. Abszolút fair a játék. Tehát nem elég meg, hogy ide jönnek 18-an. Mi meg 4-en vagyunk. Még konkrétan kiüt egy körre két karaktert. Tehát a szó, amit keresünk, az a... nem is mondom neki, mert ebben... #hiszti. Hashtag hiszti megy. Én oda hátra megyek, mert a csajt is oda fogja rántani. Azt... sírni fogom. Jó, legalább fel tudom bajtani. Tehát neki konkrétan az összes vértjét leverték. Nézd meg. Normális az ilyen. És ez konkrétan a küldetés legeleje. Tehát, hogy megérkezel, és konkrétan megdugnak. Tehát nem kicsit, hanem úgy olyan undorító módon. Érted? Én ezt nem is értem. Your orders? Nagyon jó, még a barátaimat is megölöm vele. Tehát nem a damage-ünkkel van a baj, hanem azzal, hogy nem tök semmit. Tehát neki konkrétan nem maradt pajzsa. Zero pajzs. Egyszerűen hihetetlen. Blessings. Az. Inas baraknak kicsit. Hát de ez milyen pályakezdés? De most tök őszintén, és még ennyi pálya van, és ott van az első tábortűz. Persze, minek neki pajzs. Úgy is van, és még be is tanulódik. Na jó van. Azért... I serve the Lord. Meg... your orders? Beszarok. Ha most nem tölti vissza valahogy magától, komolyan mondom, hazamegyek, pedig itt hamvagyok. You deserve that, you monsters!
These evil fairies must learn that they're messing with the wrong village. De nagy szád van, Giselle. Nem láttam, hogy ütötted volna az enemit meg. I'm Giselle. I sent you that message asking for your help. He came to the village on a moonlit night and promised us to cut down the evil fairies of the woods. Mm-hmm. And he keeps his promises. You are right. Noble Sir Lancelot came here to help us. Jaj. És ledobtad a bugyidat neki? Jaj. Our brave knight was wounded. He shed his blood to defeat these monsters. I will lead you to him. Nagyon jó, elvezet a Lancelothoz. Az mi az a pa... És még a HP-et is nagyon verték. Hát én beszarok. Találkozz Lancelottal. Jöjjön ide! Miért én menjek oda? Én vagyok a király. Öcsém, én menjek oda. Hát persze. What is this thing? Hú, te, azért ez a küldetés, ez bekezdett. Most egy kicsit hashtag hiszti van. Lancelot. Az. Ott a Lancelot. Reinforcements have arrived. I'm not surprised. It was Giselle who lured you here, wasn't it? Sir Lancelot, úgy hallottuk, megsérültél. I'm much better now, thanks to her. You're just in time. I'm about to save this village. Let's go. Én annyit szeretnék mondani. Tök király, hogy a Cass a hangja Lancelotnak, de a színészet nem véletlenül egy szakma. Még ha csak apró kis szinkron hangot adsz is. Tehát, hogy I am much better now. Let's go. Tehát, egy kicsit az átélés, mint olyan, hogy hiányzott itt a buliból, hogy így mondjam, de én nem bántani akarom, de Neocore Games, én értem, hogy hogy ő a Kelsz a Frextra Life-tól, én meg itt vagyok Budapesten, és itt készül a játék. Vink, vink. Kevés volt a motiváció pénz. Szerintem ezt ingyen csinálta. Szerintem ezt full ingyen csinálta, nem hiszem, hogy ezért ők pluszban... Tehát, hogy ugye ők eléggé szupportálták a játékot alapvetően a Frextra Life-osok is, és szerintem csak egy ilyen gesztus képen, vagy valami ilyen kooperáció szintjén került bele a hangja. Hogyan sérült meg? I'm not ashamed to admit that. Those two-faced sheep bastards know me too well. Még mindig bosszút akarsz állni a tündéreken? Why wouldn't I? I was an infant when the Shees stole me away to their twilight realm. You don't forget that easily. Or ever. Úgy tűnik, különösen gyűlölöd az Unseelie tündéreket. I spent my childhood in the Dolores Guard, the fort where the Unseelie Shees trained their changeling armies. We all know each other very well. I don't know what fate would have awaited me. I was rescued before they could erase my memories and mutilate my body. I have been following the trail of a dangerous Unseelie warband. They are preying on nearby villages and steal away pregnant girls. Their human accomplices here summon them by lighting a balefire at the other end of the village. That should work for us as well. Érdekes tündérek ezek, ugye? Well, the fight won't be. And we also need to find the girls they took captive. They must still be being kept somewhere in the village. Jó, meg kell találnunk a jányokat. De jó, és még te is adsz mellékküldetést? Vagy mit szeretnél? Csatlakozott hozzánk. Ott van, aha. Hú, very big. Nagyon jó. Before you leave, I have a favor to ask you. Na mondjad. I'm worried about our old healer, Agatha. Mhm. I haven't seen her since the monsters showed up.
If you see her, please make sure she's all right. Jó, jó, meg lesz. My brother, Tion. He's a hunter. Not much of a warrior, but he could be to your help if you find him. Jó, meg kell keresnünk a gyógyítót, meg a vadászt. Na várjál, ez a vadász, ez a, aki a hófehérben van benne, vagy mi? Jó, első körben erre felé kéne elnézni. Húgy, menteni akartam, ne zavartasson, persze, rakjunk meg még! Édes Istenem, mi ez a pálya? De gyűlölöm ezeket az enemiket. Én úgy hallottam, hogy a szomszéd mapon is van enemi. Szerintem tegyük be őket ide is. Hűha. És nem tudok rájuk varázsolni. Tehát berak ide, és nem tudok mit csinálni. Beszarom. Ezt vágjátok, hogy meg fognak dögleni a fő karaktereim. Mindezt azért, hogy ezt a csicska fejűt fel megtaláljuk. Megéri. Fixen megéri. Lesz hely Lancelotnak. Hát nagyon vicces, csak nem lesz karakterünk, amivel játsszuk a játékot. Tehát, hogy... Very good, very good. Ragyogás. Szomszédos ellenség vakság hatása alatt állnak egy körén. Jeges tüskék. 90 fokos kúp, alagma, három mező. Aha. De ugye ezt csak így maga elé tudja, jó? Igen, hasítás, roham az ellenfelek felé, rohan a támadás. Aha. Hát jó. Ez mekkora paraszt dolog már, érted? Oda ránt engem, és onnantól kezdve nézd meg. És ennyi volt, és akkor köszönjük szépen a részvételt körülbelül. Tehát nem az, hogy kicsit így kapunk némi damage-et, nem, hanem mint a büdös szart. Bocsánat, Jézusom. Jó, ad legalább egy meghal. For king and country. Nem röhögsz, ne röhögjél! Nem vicces. Az a hang! Behorpadt a doboz! Hehehehe!
Az mi volt az a hang? Jaj, Istenem, ez jó, jaj, ez jó esett legalább. Sírva nevetős lesz, jó van. Jaj. Jó, és most agyon raknak minket. Aha. Le is blokkolja az egyik karakteremet, érted? Én nem vagyok izé, de tehát, hogy egyrészt, ja, és persze láthatatlan lesz, és nem tudok elmozdulni sem. Aha. De teljesen fixen jól ki van találva. Ne aggódj egyet se. At your service, my lord. Ja, és te is tanulódva vagy. Aha. Awaiting your command. Teljesen logikus. Abszolút logikus. Hát, srácok. Sinners shall bleed. Most nagyon hisztizek, tudom, de szerintem azért ez az itt. És várjál, mert ez egy 14-es mellékküldetés, és 15-ös szinten vagyok itt. És ebben a játékban egy-egy szint az brutál sokat jelent, elvileg. Hát gyakorlatilag nem. Én így tudtam támadni? Ez egy kicsit unbalanced ez a map. Sir Lancelot, a leghíresebb lovagja Arthur, nyilván meg kell érte küzdeni. Én értem, de messze vagyunk a fair fight-tól. Tehát, hogy kapja. Mindegy, ezt benyomom. Legalább jól néz ki. És az a baj, hogy a Rexet, hogyha megnyomjuk, akkor levéri a pajzsa. Még egy pajzs is kellett rá. Nem volt elég, hogy 140 HP-ja van. Amúgy menő a karakter maga. Amúgy igen, tehát nem azzal van a gond, hanem azzal van a gond, hogy egy kicsit így, ez így unbalanced. Tehát eleve szét... Tehát megérkezel a küldetésre, és szétkúrnak. Tehát úgy, hogy leülni nincs kedved. És akkor utána meg még folytatódik ez a dolog, tehát hogy... Kicsit unbalancednak érzem, és az teljes nonsens, hogy folyamatosan elugrálnak. Nem tudsz oda menni, meg mit csinálni. Tehát arról szól a fight, hogy futok a lövészek után. Your command.
meg, és folyamatosan stanolódva vagyok, érted? Tehát ő is stanolva van. Egy karakterrel tudtam kb. Végig valamit csinálni, az így ezt csalja. Nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e csinálni, meg sikerül-e megcsinálni, hanem az a kérdés, hogy mennyire leszünk megdugva. Tehát, hogy rongyosra szivat a... Tehát konkrétan könnyesre szivat a játék. Szia, Csaszit, jó reggelt! Most HP-ztam fel a csávót. Konkrétan. Ja, és vele meg messze vagyok, ugye? Mert le volt fagyva X körön keresztül. Tehát mehetek oda előre, hogy kapjam a damage-et. Magyarul. Down with the violence. HP-je van még. És muszáj mennem előre, mert különben az életben nem tudom megütni őket. Jó? Ez a hang, ez kegyetlen jó amúgy. Ja, hogy ez csak szomszédosokat tud. Aha. Na jó, hát ezt legalább megtudtuk, hogy hogy működik. És elugrik, baszd meg! Két körön keresztül körülbelül ide rohangálok utána, mint pók a falon, és fogja magát is így odébb ugrik. Hát persze. Na jó. Csaj, szedd ki azt a hülye íjászt, mert komolyan mondom, hogy besírok. For the Lord Almighty. Ja, ott azt meg az, hogy pajzsba nyomtuk, jó? Semmi baj. Jó, mindenki még egy kicsit többet léphet, még egyet, a pajzsot leszedjük. Gyönyörű. None can stand in my way. At your service, my lord. Pont nem. Szerintem egy pont, de... For honor. Dögölj meg! Szóval akkor nézzük meg a veszteségeinket. Pajzs... Semmi. Neki 5 pajzs mínusz. 6 pajzs mínusz. HP-je sincsen, és már itókám sincsen. Tehát a Sir Kay valószínűleg a küldetés végére a halott állapot lesz az, de legalábbis vitalitásig agyon fogják verni. What an interesting find. És ad 14 aranyat a játék. Mhm. Mhm. Tizennégy aranya. Na gyere, Lancelot, jó van az. Jaj. Oda kéne lejutnunk. És... Hol? Jó, hogy ott bent. Oda hogy megyek be? Hogy megyek oda be? Haló? Ott... Nem? Nem? Ja, hogy így, aha. I am humbled by the Lord's gift.
általában 11 aranyból... Igen. Igen. Akkor most kénytelen hátul maradni? Igen, pontosan. Az a baj tényleg, hogy egyszerűen... Olyan szinten szétszivatott a játék, hogy... Take a look at this. Arra szavak nincsenek. 29 arany. Oh. Come on then. You wanna take our girls? Only through my dead body. Ez a vadászos. És jön egy kör, és... aha. Ezt nem mondod komolyan. Ezt most nem mondod komolyan, játék. Tehát, hogy... Ezt most nem mondod komolyan. Egy, kettő, három... Négy, öt, hat... Hat távolsági plusz a mágus. Tizenhárman vannak ellenünk. Ja, és ott van az a kettő köthozó, akivel ugye nem tudsz mit csinálni, tehát hogy ők tudnak láthatatlanok lenni, plusz lefagyasztanak. Itt vannak az ősznélek, akik oda cibálnak, ahova akarnak, és az összes íjász olyan, aminek a lövése több karakteredre pattan át. És ha közel vagy, elugranak. Oké. Okay. Szerintem fair. Szerintem tök fair az egész. Ja, várj. Újra gondoltam. Nem. Ready to fight. Te tök mindegy, mi az Isten csinálok. Te egyszerűen ide beállhatok, ő fogja magát, egy támadással odahúz magához, az csá. Azt vágjátok, hogy most konkrétan a Sir Kate meg fog halni. Ebbe a fájdba meg fog halni a szörkély. Ezt kb. Biztosra veszem. At your service, my lord. Mi? Ja, hogy te ott kirántottad az emberemet. Jó, már ezt tanulva van. Ja, persze, gyere, fagyassz is le. Az kristálykapu. Remélem azon keresztül még jönnek enemik. Mert amúgy nem vagyunk, nincsenek se elég sokan. Jó, ennek itt semmi értelme. Ezt nem tudom használni. Your orders? Time to feed the ravens. Még ott is volt egy amúgy. I am here to serve. Sinners shall bleed. For king and country. Jó, az halott. Hogy csak egyre használom így el. Mindegy. Megyünk.
Persze! Persze! Még mi villámbot is! Persze! Persze! És lefagyasztott. Lefagyasztotta az embereimet ott, hogy a villámcsapás 100%-ig belemenjen. Oké. Okay. Ja, és nem tudok kimozdulni a villámcsapástól, mert akkor mind a kettő rám üt. Ja, és nem tudok semmit se csinálni. Ja, hogy amúgy tanulva van az emberem. Nagyon jó. Hú, ne akar games. Azért... None can stand in my way. Jó, erős kétségeim vannak, hogy ezt bármelyik karakter is amúgy túl fogja élni. Meg a felől is, hogy ezt úgy végig gondolták alapvetően. No mercy for the wicked. Hogy ezek soha a büdös életben nem úgy jönnek ki, ahogy én szeretném. De ilyen nincs, bazd meg. Már bocsánat a szóhasználatért, de ilyen nincs. Your orders? De hát ennyi. Ja, és ennyi volt a körünk, tehát hogy... It's over. Jöjjön még egy, én azt mondom. Jött. Igen. It's a fucking joke. It's a fucking joke. Ezt ugye nem gondolta komolyan a Neocore Games. Ezt ugye nem gondolta komolyan, bassz meg. Az meg fog halni. Tehát, hogy akit meg kéne menteni, megvédendő Teona vadász. Hát de hogy? Hogy? Hát nem jöhetek! Hát kicsesz az ideg, komolyan mondom, gyerekek. Christ on the cross. I fight for honor. Persze, hogy nem hal meg. Miért is halna meg? Hát, miért is? Egy HP-val még itt szét fogja kúrni a baland. Ez nem egységes. Jó, hogy ott is van egy! Jaj, de jó! 16 HP-n van. Lord Christ. És annyi esze nincsen, érted, az AI-nak, hogy ez lelője azt az egy HP-t. Nem, belelő a... Nem. Nem, hát ezt nem, srácok. Nem. Nem. Tehát, hogy most olyan szinten rage-el ki a játék, szerintem én ezt a játékot most itt abba hagyom a büdös francba, és soha az életben nem akarok ezzel többet játszani. Tehát hagyjuk már!
Hát, azért mindennek van határa. És ez a normál. Ez a normál nehézség. Tehát nem, a Balannal egy támadást tudtam eddig csinálni, folyamatosan stunolva van. De védjek meg akárkit, érted? Az a hülye meg megy bele a harcba. Hát én sírva fogok fakadni, komolyan mondom nektek. De próbálok rájönni, hogy ezt hogy gondolták? Tehát mi volt az elképzelés? Oké, meg kell küzdeni, mert ő a híres Lancelot. De hát, az nem megküzdés, hogy egy karaktert, hogy megszerezzek, hármat el fogok veszíteni, körülbelül. Én nem tudom. Na mindegy, menjünk tovább, valami lesz. Ragd meg anyámat. Persze. Lefagyaszt, érted? Lefagyaszt, pazzeg. Lefagyaszt. I am here to serve. Ja, és most kötformában van. Nagyon jó, nagyon jó. De ennek sincsen már amúgy pajzsa. The Lord is my witness. I fight for honor. Az ott mi a franc? Guides my hand. Már vitalitásba kapja a modred. Csak úgy mondom. Ezt a játékot. Your orders? Még mindig nem tudok vele jönni, tehát hogy még mindig csak itt így kábán van végig a videójátékban, vagy ebbe a fightban. Ja, és azt vágjátok, hogy ez a mapnak még a fele. Oda kéne eljönnünk. És ott kéne legyőzni amúgy akárkit is. Ott még nem voltunk, tehát hogy legalább még egy, kettő, három fight van a mapból. Tehát azért jöttem ide, hogy esetleg a tábor tűznél valami történjen. Jönni fognak a kapun még amúgy be, enemik. Ott van egy, tessék. Ja, nyomja a villámvarázslatot úgy, hogy nem tudsz mozogni. I fight for honor. Full fair. Lehet, hogy megöltem, akit meg kellett volna védeni. Nem láttam, hogy kapja a damage-et. Lehet, hogy megöltem. Nem tök mindegy.
Meg kellett volna védeni a vadát. Most ez opcionális. Ez egy full opcionális. Ez a küldetés arról szól, hogy ezt a egy karaktert megszerezhesd. Tehát, hogy ez erről szól ez a küldetés. For king and country. Azaz, nagyon jó. Elbuktuk a küldetést, mi az Isten? Tehát meghalt. Tehát meghalt. Én öltem meg a csávót. Mindegy. Ez egy nevetséges. The warmth of the Lord.